Sziasztok, kedves csoporttagok! Folytatjuk a szokásos heti élőinket. Most megint eljött hozzám Zsuzsi, akivel már nyáron találkozhattatok, és ismételten a doTERRA olajokról lesz szó, de most egy olyan témát hoztunk, ami minden ősszel szerintem aktuális, főleg akinek gyereke van, akinek nincs az is. Hogyan erősítsük az immunrendszerünket természetes úton illő olajokkal, akár külsőleg, akár belsőleg. Ebben Zsuzsi a maestro, úgyhogy át is adom neki a szót, én meg majd csak hallgatok lelkes közönségként. Jó, köszönöm, sziasztok! Akkor már találkoztunk, valami Zsuzsi vagyok, és a doTERRA olajokat szeretném bemutatni nektek, amiket mi használunk most így az őszi-téli időszakban. Egyrészt megelőzésre, az immunrendszerünknek a felturbozására, és ha esetleg valami beüt, akkor az gyorsan megoldjuk az illóolajokkal és kikezeljük. Az első és legfontosabb, hogy rendben legyünk testileg, lelkileg, ugye holisztikusan szemléljük természetgyógyászként az embert és a testünket, és nagyon fontos, hogy az immunrendszerünk rendben legyen. Hogy tudjuk az immunrendszerünket felpumpálni? Ez nagyon-nagyon régre húzódik vissza, aztán elvileg pont most kezdtem el mesélni, de mondtam, hogy majd élőben meghallgatjam, hogy még a pestis járvány idején voltak, akik nem betegedtek meg, és rácsodálkoztak, hogy miért is. Három gyógynövényt használtak, a fahéj, az eukaliptusz és a szegfűszeg. Ugye maszkban azoktól, az emberektől, akik már meghaltak, elvették a zsákmányt, ékszereket, meg értékeiket, és ők nem betegedtek meg, ugyanis a maszkban benne volt ez a három olaj, vagy három fűszer. És az Ongár termékcsalád, ami a doTERRA-nak egy nagyon jó keverékolaja, és rengeteg minden terméke van, ez a három olaj az alapja. Tehát a szegfűszeg, a fahéj és a rozmarin. Ezt amúgy kiéreztem, a szegfűszeget meg a fahéjat. Még Zsuzsi tovább folytat, hogy még az Ongárról még gyorsan belepotnyeleskedek annyit, hogy 5 hétig köhögtem, de tényleg, tehát hogy egyszerűen nem múlt el, nem tudom, megfáztam, és nekem egyből a torkomra, vagy egyébként szerintem élőkön hallhattátok, hogy reket vagyok, meg karácsolok. És az a lényeg, az Ongár olajat, Zsuzsit kérdeztem meg, hogy hova kenjem, és ezt az olajat, ha majd utána kérdezzetek hozzászólásba, hogyha, mert ugye nyilván nem fog annyira látszódni, hogy mit ajánlottunk, és akkor is ajánlott Zsuzsi, és akkor majd odaírja, meg odaírom én is, ha tudom. Szóval ezt az Ongár olajat kentem, őt felhívtam, és hogy mondta, hogy ide kenjem, meg ugye a gerincemre, meg a talpamra. És nekem iszonyat jó volt, mert nem is, tehát hogy az volt a lényeg, hogy nem köhöréztem utána, meg nem harácsoltam annyit, harrákoltam. Mert egyszerűen valahogy nem tudom, lenyugtatta a légcsőmet. Na, szóval átadom a szót, csak ezt el akartam mondani, hogy amúgy leteszteltem, és tényleg. És tényleg működik. Szóval, hogy ez az alapja, ezen kívül még van benne vadnarancs, ami azért felelős, hogy jókedvük legyen. Egyébként? Ha már beteg vagy, hogy jókedvű. Mert a vadnarancs ez egy nagyon jó citrusolaj, ami a bőségolaja, ami egy mosoly, egy derült csal a mindennapjaidba alapból, és egy nagyon erős fertőtlenítőszer egyébként. Úgyhogy ezért tették bele, és még van benne, tehát van benne az eukaliptusz, a fahéj, a szegfűszeg, a vadnarancs és a rozmarin. A szegfűszegről ugye tudjuk, hogy az nagyon jó fertőtlenít, nagyon erős fertőtlenítő hatása van, kifejezetten egyébként a száj fertőtlenítésére, tehát a fogaknak a foggyulladás vagy szájingyulladás nagyon jó hatása van. A fahéjról azt kell tudnunk, hogy a fahéj a második legerősebb antibakteriális hatással bíró fűszerünk, vagy növényünk, az első egyébként a rózsa. De hát ugye a rózsához nem biztos, hogy hozzájutunk, mert ez a legdrágább olaj, de egyébként jó, ha van rózsánk is, mert az a nőiesség és az anyaság olaja, és a legerősebb antibakteriális hatású olaj. De a második a fahéj. A fahéj az egy sokkal olcsóbb, és külön is hozzá lehet jutni, és nagyon jó illata is van. A fahéjról annyit, hogy allergizálhat. Tehát kiválthat, hogyha valaki allergiás alapból, tehát nem a kifejezetten a fahéjra, hanem allergiás alapból, akkor lehet, hogy nála kiválthat köhögést. Tehát, hogyha most bekented volna a mellkasodat és köhögtél volna, akkor neked nem lett volna. Aha, értem. Tehát itt ezt az egy, amire így lehet figyelni. Az eukaliptusz, ami még benne van, az eukaliptuszról tudni kell, hogy nagyon jó felületfertőtlenítő. Tehát a legjobb, ez a most divatos vírus, a leges-leges legjobb az eukaliptusz, ebből van egy lemon eukaliptusz. Jó, van egy lemon eukaliptusz, meg egy eukaliptusz radiáta. Mind a kettőnek ugyanolyan hatása van a
vírus a COVID ellen. Nagyon jó felületre, tehát hogyha felületet tisztítunk vele, diffúzorba beleteszed és párolog a levegőbe, illetve a lemon eukaliptusszal, hogyha bedörzsölöd magad, mert ez nem annyira erős, bedörzsölheted, egyébként nyáron ez szúnyog viasztó hatása. De hát tényleg, egyébként olyan illatom, pont így mondom, minden illatosztad. De tényleg. Azért. Úgyhogy az eukaliptusz az mindenkinél legyen, az egy nagyon jó olaj, és hát akkor megmutatnám ugye a termékcsaládot. Jó, akkor volt szó az olajról, amit a Nelly használt és kenegetett. Az olajnak van egy tácsos változata, ez ilyen golyós, ami már be van hígítva, ez biztos, hogy nem fog allergizálni, ezt könnyebb így akkor ezt allergiások is használhatják. Aha, igen, mert ez föl van hígítva, ebben nem olyan erős a fahéj. Ezt jobban magadra is tudod kenni, el tudod vinni, és akkor, ha bárhol vagy, akkor kenegetheted vele magad. Úgyhogy ennek ugyanaz az összetétele annyi, hogy föl van hígítva. Akkor van, amit nagyon-nagyon jó, és a gyerekeknek elsősorban, ennek az a neve, hogy ongár gyöngyöcske. Ezek ilyen nagyon pici kis gyöngyöcskék, amit is kaphatsz, meg is kóstolhatod. És leteszteljük a bor után. Igen. Szóval ezek ilyen pici kis gyöngyöcskék, nem tudom mennyire látjátok, mert próbálom megmutatni. Ezt gyerekek is bekaphatják, nem is csíp annyira, mert ezért a fahéj miatt csípős íze van. Azért nagyon jó, hogy ezt kitalálta a dottera, mert egy harmad csepp van benne, tehát gyerekeknek nyugodtan mehet, megelőzésre. Hogyha pedig van valami már, akkor föl lehet emelni a napi adagot, nem csak egyszer, hanem mondjuk háromszor egyet. És még ezzel azt akartam kezdeni, mondtad, hogy gyerekek használhatják, hogy a golyót, azt most, mert ugye valaki elszopogatja, én szét szoktam rágdosni, de ha nem rágja szét, és lenne egybe, az is az is tökéletes. Hogyha csípni a gyerekeket, akkor nyeljék le, és akkor jó. És azért nagyon jó, hogy ezt így kitalálták, mert hol kezdődnek a vírusoknak, meg a baktériumoknak a terjedés a szájüregben. És ugye mihelyest beveszed ezt a kis bogyócskát, és benn van a szádban, és ha szétroppantod, akkor azonnal az összes vírusbaktériumot megölöd a szádba. Tehát, hogy akkor az ott megpusztul, és ugye utána lenyeled, tehát bekerül az emésztőrendszeredbe. És ha már az emésztésünk helyén van, úgymond, nincsenek benne vírusok, baktériumok, akkor már nyert ügyünk van. Ennek van egy nagyobb változata, amit inkább felnőtteknek, nekem már a nagyok a gyerekek, ugye 8 fölött van mindenki, ők már szedhetik. Ez a Ongard Plus, ez a keveréken kívül, még ez egy kicsit nagyobb, ez ilyen light gelatin kapszulában van. Aha, mondjuk nekem ezt még lenyelik már, mint a nagyobb, de igen, kicsiknek akkor inkább kicsiknek másik. Nem, tehát ez ilyen, ez azért nagyon jó, mert ebben van a keveréken kívül, tehát amit az előbb felsoroltam, azon kívül van még benne az oregano, ami nagyon erős vírusölő, tényleg az összes vírust, baktériumot kiöli. Van benne fekete bors, ami szintén erős vírusölő hatással van, és a melissa, orvosi citromfű. Ezeknek a kombója nagyon jól pusztítja az összes vírust, és ugye ez is bekerül, mivel ez már csak a gyomorban oldódik föl a kapszula miatt, nem fogjátok szétrágni, rögtön az emésztőrendszerünket is helyre teszi, ott a baktériumokat kiadja. Ezt most voltam a héten egy előadáson, ahol mondták egy orvos természetgyógyász, hogy akár egész évben használhatjuk, és ha egész évben használja, mondjuk egy allergiás... Ez napi egy egyébként? Napi egy. Igen. Napi egyet, és ha egész évben használja, akár az allergiát is megszünteti. Na nekem mondjuk a Lukács, a középső fiam, ő nagyon allergiás, durván egy gyógyszerszedő. Na, azt viszont ki lehet próbálni, ezt most kifogjuk, én is kipróbálom, mondom, nekem is nagyon friss, tehát tapasztalatot, sajátot még nem tudok, de mi is ki fogjuk próbálni, és azt, hogy egy éven keresztül legalább minden nap szedjünk egy darab kapszulát. Ha valamit érzünk, hogy akár a pocakunkba, vagy akár egy kis köhécselés, vagy a torkunk, akkor rögtön emeljük föl kettőre, és már is megoldódik egy-két nap alatt. Úgyhogy az allergiát ezzel meg tudjuk szüntetni. Jó. Úgyhogy most én is erre rá fogok menni, úgyhogy ezt majd beszámolok a következőben, hogy milyen egy év múlva. Akkor ez van még ez a kézfertőtlenítő. Ilyen nekem is van, ez viszont nagyon jó, mert amit a kézfertőtlenítőkről én megtanultam, az az, hogy iszonyatosan szárítja a kezet. Igen. És pont előtte beszéltük Zsuzsival, hogy olyan öreg a kezem. De egyébként ez tényleg nem szárít. Igen, nem szárít, és nagyon jó illata van. Igen, meg a másik az. Amiért én nagyon szeretem még, hogy ugye sokat közlekedünk a városba a gyerekekkel, felszállunk a BKV-re bármi, befújom a kezüket, és utána nyugodt szívvel odaadok nekik egy szendvicset, vagy bármit, hogy megegyék, mert nem azt a vegyszert fogják megenni, hanem ez nyugodtan bekerülhet, mert attól se lesz semmi bajuk. Úgyhogy ezt is ajánlom, és tényleg akárhányszor befújhatjuk, egy nap 100-szor is, akkor is. Igen, tényleg ez is leteszteltem, az a kettő van nekem. Ez nagyon jó.
És ugye a szájüregnél maradjunk, van fogkrém és szájvíz a doterába, az ongárdból. Ugye a szájüregnél maradva, a szájhigiéniát kiegészítve, van még benne egyébként mirha, ami nagyon jó a szájhigiéniára, tehát ezt így ide is készítettem, hogy ne felejtsem el mondani, és a szegfűszeget nagyon megerősítették benne. Fogfehérítő és fluoridmentes a fogkrém, úgyhogy ugye azzal is már teszünk az egészségünkért és az immunvédelemért, megmossuk naponta a fogunkat, legalább kétszer, akkor már benne van ez az onger, tehát kiöljük onnan a cuccot, nem kerül benne, és ha még utána öblítünk a szájvízzel, akkor tuti. Úgyhogy mi ezt is minden nap használjuk, eddig, amit felsoroltam szinte tényleg, az ongár pluszot én eddig betegség esetén. Na, ezt mondjad. Aha, és akkor van még a cukorka, ami cukormentes cukorka, ez az ongárból, imádják a gyerekek. Úgyhogy cukor helyett mindig a zsebükbe inkább ezt. De jó. Úgyhogy nagyon jó, ez is ott lehet velünk útközben, bárhol, és nagyon jó. Amire még szuper, torokfájás. Na, én az vagyok, nekem úgy kezdődik egy torokfájásra nagyon-nagyon jó. Rögtön ott lehet szopogatni, torokfájásra nagyon jó. Ha torokfájásnál tartunk, akkor még annyit a torokfájásról, hogy van az oregano olaj, ami alapból nagyon csíp, de tényleg csípő olaj, úgyhogy ezt nem használjuk belsőleg, csak kapszulába. Lehet kapni ilyen kis kapszulát, amiben belecseppentünk. Csak úgy lehet belsőleg használni, viszont tavaly, amikor ez a jó kis vírus volt, akkor nekem nagyon fájt a torkom. Hát mondom, mit csinálják, nem volt jó a cukorka, nem volt jó semmi, és egy pohár víz, mert tényleg egy nagyon pici, egy deci víz volt, beletettem egy csepp oregánot. Mondom, lesz, ami lesz, gurguláztam csak, de nem írtam, és egyszer tudtam csak gargalizálni. Ezt háromszor megcsináltam, és úgy, ahogy volt, elvágták a torokfájást. Ez úgyhogy aki nagyon kemény és bírja... Na, én az vagyok, mert torokfájós is, vagy kemény is. Úgyhogy én ezt ajánlom, tényleg nem kell belsőleg használni sehogy máshogy, de ez így jó volt. Éreztem, hogy annyira marta, hogy lemart az összes mindent, ami ott volt. Úgyhogy az oregánóval így, na, az jó. Ezt így engedélyezve van. Jó, szerintem az ongárdból még egy darab maradt hátra. Van a gyerekeknek ugye egy gyerek olajszett, és abból a Stronger az egyik kedvencem egyébként személyesen is, mert benne van a rózsa. És nagyon jó illata van, nagyon szeretem, imádom tényleg. Ez a gyerek immunerősítő. Mi úgy megyünk minden nap, beszállunk a kocsiba, hátul van a gyerekcsomag, és mondom, hogy a piros kötelező, a többi szabadon választott. De jó. Csak úgy léphetnek ki a kocsiba. De ez hova? Nem, mit csinálnak a gyerekekre? Bekenik magukat. Általában a csuklóra, pulzuspontra kenik. Ugye minden olajnak van test és lelki hatása. A lelki szinten úgy hatnak az ongár termékek, köztük a Stronger is, hogy egy védőburkot képez magunk körül, és nem engedjük be a negatív dolgokat, sem a betegséget, sem ilyen negatív dolgot, ami most aztán bőven van a világban. Úgyhogy én nekem ez így, amikor ezt így meghallottam és megtanultam, mondtam, hogy ez az én olajam, nem kell semmi negatív dolog, és imádom az illatát a Strongernek, úgyhogy ez nekünk nagyon nagy kedvenc. Úgyhogy ez a napi rutin nálunk a mindennapjainkban az ongárdal kapcsolatosan, és ezt még kiegészítem, van egy multivitamin a gyerekeknek rágótablettába, azt szoktam adni, illetve ami még nagyon fontos, ugye itt beszéltem a bélflóráról, meg az emésztőrendszerünkről, úgyhogy nagyon fontos, hogy az helyén legyen. Én szoktam nekik csinálni minden hónapban egy 10 napos kúrát, probiotikum kúrát. Van, amit ilyen kis tasakban van, vízbe föl lehet oldani, ez a gyerekeknek. Egyébként ilyen dinnyés íze van, teljesen jó. A másik az pedig a felnőtteknek, ez kapszula, csak most nem tudom megmutatni, ez ilyen kétpólusú, mert pont ja. Vagyott. Na jó, belenéztem. És érkezett meg. És 10 napos kúrát szoktam belőle csinálni. De 10 napig szedik. Aha, 10 napig minden nap egyet szednek. Aha. És akkor ezt 10 napig szedjük minden hónap, és akkor jön a következő hónap, akkor megint, és akkor ez az őszi-téli időszakban végig toljuk. De ez miért fontos? Az a hogy a bélflóránk helyén legyen. Tehát mert én eddig a probiotikumokat mindig antibiotikum után. Na, de akkor ezt mondd már el. Mert... Igen, tehát hogy azért fontos, mert ugye amikor az antibiotikumot szedünk, akkor az antibiotikum azokat a baktériumokat is kipucolja. Ja, jókat is, amire szükségünk van. És hogyha folyamatosan csinálunk kúrát, vagy akár én ismerek olyat is, aki folyamatosan szedi a probiotikumot a téli időszakban egy 5-6 hónapig, azt is lehet, mi csak kúraszerűen szoktuk csinálni, az azért jó, mert támogatjuk a bélflóránkat. És ha támogatva van, akkor nem tudnak elszaporodni a káros baktériumok. Tehát, hogy akkor nem indulhat be az a folyamat, ami nem jó nekünk.
Úgyhogy ezt jó így kordába tartani vele, és tehát, hogy nem engedjük meg, hogy a betegségek elszaporodjanak és elindulnak. Úgyhogy én nekünk ez is nagyon bevált, tényleg ezt nagyon szeretem. Egyébként ezt ki lehet egészíteni, hogyha már itt tartunk a szintén gyerekolaj. Ez a pocakra lehet kenni kívülről. Nagyon jó illata van ennek is. Azt szerintem a gyerekolajoknak szenzációs illatuk van. Pocakra lehet kenni, ez kifejezetten az emésztőenzimeket tartja rendben. Zöld színű vrigliszpermin. Yeah, igen, aha, egyébként tényleg nagyon az a kedvencem. Akkor azért tetszik. Lehet. És akkor ennek van a felnőtt tulaja, a felnőttből van kapszula is, ez az Angest. Hogyha egyébként, ha másnapos vagy, akkor is jó. Tehát ha beborultunk, akkor mennyit kell bevenni? Ezt jó, hogy mondom, mert van itt valami. Ha másnapos, nem szeretnél másnapos lenni, vagy másnapos vagy, akkor bekapsz egyet. Akár este lefekvéskor, vagy reggel, akkor fel kell. És azt is kell megtudnom élőben. Ugye? Nem szoktunk másnaposak. Nem is szoktunk aznaposak sem. Szóval erre is nagyon jó, de bármi az emésztésünkre. Van olajba is, meg van a kapszulába is. A kapszulába azért szeretik jobban, mert ugye abban 3-4 csepp van az olajból, és bekapod, és nem a szádba érzed az ízét. Ez ilyen szoptatós teja ízú egyébként. Édeskömény, ánis, nekem, ahogy így megszagoltam, mindig rögtön szoptatós teja. Úgyhogy ez is így ajánlott, hogyha van otthon, jó, ha van, ezt nem kell rendszeresen, de azért tényleg sokszor van ebbe a téli időszakban is ez a vírusos, hasmenéses, hányásos dolog, akkor ezzel tudjuk gyorsan kezelni. Jó, akkor az immunerősítés megvolt, egy kicsit beszéltünk az emésztőrendszerünkről, egy kicsit most akkor térjünk át, hogyha megfázunk és köhögünk. Vagy nem akarunk köhögni, vagy folyik az orrunk, vagy nem akarjuk, hogy a orrfolyásból átmenjünk köhögésre. Külön-külön is tudunk rá olajokat használni, viszont a dottera csinált erre is egy nagyon jó keveréket, ez az R nevű keverék, igen. Az van olajba is, szenzációs nálunk, napközben az ongárd megy. Ongárdot nyomatom diffúzorba napközben, amikor otthon vagyunk, és estére ezt teszem be nekik. Ugyanis van benne borsmenta, az eukaliptusz, a raviasztáta, és a raviasztáta, a kardamot, babérlevél is van benne. A raviasztáta az a kámforfának a leveléből készül. Nagyon jó illata van, és amiért még nagyon jó éjszaka, mert az alvásokat is segíti. Egy nyugodt, könnyebb alvásuk lesz, és mehet kicsiknek is, tehát attól, mert van benne borsmenta, nagyon sokan mondják, hogy hát akkor nem mehet a piciknek, gyerekeknek. Ebben olyan arányban van a borsmenta, hogy tényleg nem érződik ki, és az, amit a borsmenta, ami miatt a borsmentát nem adjuk a kicsiknek töményen, hogy légzőgörcsöt okoz, ezt itt nem tudjuk előidézni, mert tényleg kevés van benne. Úgyhogy mehet diffúzorba a kicsiknek is. Ugye én babaúszást is tartott, tehát sok pici babával vagyok kapcsolatban, és a babáknál is szoktuk használni, és tök jót alszanak tőle, és tök jól kitisztul az orruk. Ugyanis ez az R-keverék úgy van összeállítva, hogy minden, ami a légzőrendszerünkkel kapcsolatos, tehát az orrunk, a tüdőnk, a légcső, a hörgőkre, mindenre tök jó hatással van, kitisztítja őket, a lerakódásokat eltünteti. Használhatjuk úgy, hogy inhaláljuk a diffúzorba, a kezünkbe inhaláljuk, akkor én szoktam, ha elkezd folyni az orruk, akkor inhalátorba bele csöppentek a szalvusz víz mellé, úgy teszem föl neki, és tök jól bejut nekik a légzőrendszerben, nagyon jó. Ha be is kenhetjük, ha bedugul az orruk, én azt szoktam, mert én mondjuk ilyen drasztikus vagyok inkább. Igen. Na és erre van egy nagyon jó, ezt most mutattam a Nellinek is, csináltak egy ilyen kis fiftet az R-ből, azzal be tudjuk kenni az orrukat a gyerekeknek is, magunknak is, vagy a tüdővonalát előről, hátulról, ahogy az ongárdal is bekented. Köhögésre is nagyon jó, meg válladékokat felszedi. Ugye a légzőrendszerünk, hogy rendben legyen és kitisztuljon, azokra nagyon sok olajat tudunk használni. Attól függ, hogy milyen köhögés, száraz köhögés vagy hurutos, az R mind a kettőre jó. Na az jó, mert én sosem tudom. Mind a kettő. Na, azért szoktam én is legtöbbet az R-t ajánlani mindenkinek, mert az R mindenre jó. Na, az jó. Hogyha valakinek nagyon mondjuk egy ilyen dohányos szerű köhögés, aha, amikor reggel fölkel, és ez a nagyon mélyről jövő, hosszan elhúzódó köhögés, arra a legjobb a kakukkfű.
Aha. Kapukfüvet ajánlják, nagyon-nagyon jól, nagyon gyorsan kitisztítja. Akár még, ha valaki már leszokott a dohányzásra, és mégis fönnmarad neki, még azokat is helyrehozta. Nagyon. A borsmenta nagyobb gyerekeknél 6 éves kor fölött használható a borsmenta az orrnak a tisztítására, a szenzációs orrspray helyett. Aha, orrsprayt el lehet dobni, és lehet beinhalálni. De hogy? Az hogy? Ezt mondd már, csak a csomó nem tudják. Aha, meg is csinálják. Jó. Kapsz egy csöppet. Oké. Én is kapok egy csöppet. Összedörzsöljük a tenyerünket. Teljesen? Igen. És egy ilyen sátrat képezünk az orrunk előtt. És jó, beszívunk. Nagyon jó. Könnyen is. Tehát, hogy így jó mélyen, jó mély lélegzetet. Ez az összes olajra egyébként az erre is. Hát ez kitisztította. Az biztos. Tehát, hogy ez tényleg nagyon-nagyon jó. Ez egy orrspray helyett szenzációs. Nekem egy doktorbácsim mondta, hogy most már a betegeknek is orrspray helyett ezt mondom. Ez tehát, hogy annyira jó. Már az se jó, ugye tudjuk. Nem, az hozzászokás teljesen. Hozzászokás tökre teszi a nyálkahártyákat. Na ez nem fogja, és nagyon jól kitisztítja. Úgyhogy tök jó a borsmenta. 6 év felett használjuk így, 6 év alatt ne, inkább csak az ERT. A másik, ez a raviasztáta, amit megszagoltál az elején, azt viszont használhatjuk piciknél is. Aha. Ez nem erős. Ugyanígy akkor nekik is. Aha, igen, nekik meg a mi tenyerünkben is, hogy egy picit oda tesszük az orruk elő, mert úgy sem fogják annyira. Vagy van a borsmentának egy másik, a fodormenta, ez sokkal lágyabb. Igen, azt is lehet diffúzorban, azt is kisebbeknek is lehet, az is nagyon kellemes. Ez mint a brigizra. Az teljesen azt szerintem. Az teljesen az. És amiket még télen nagyon szeretek használni, hát az eukaliptuszt, amit már ugye mondtam, hogy az az összes vírus, de a Covid ellen is nagyon jó, és nagyon jó felületfertőtlenítő, tehát diffúzorba mehet, főleg ha olyan sokan vagyunk egy légtérben, akkor menjen diffúzorba eukaliptusz. Amit még nagyon jók, a fenyőfélék. Hoztam ide a szibériai fenyőt, meg a Douglas fenyőt. Az összes fenyő, meg van egy ilyen holiday piece, ez ilyen karácsonyi. Karácsonyi keverék. Az összes fenyő az azért hat jól a légutakra, mert ugye amikor kimegyünk az erdőbe, és érezzük az illatát a fenyőknek, a fáknak, az a megnyugtató, a szibériai fenyő kifejezetten éjszakára is nagyon jó, az egy ilyen nyugtató, relaxáló olaj is egyben, és a megnyugtatja a légutakat is, tehát ugye tényleg egy ilyen nyugtatásként hat rá, illetve azoknak a gyerekeknek nagyon jó, akiknek nincs önbizalmuk. Tényleg. Aha, mert még egy olyan hatása is van a szibériai fenyőnek. Tök jó. Úgyhogy azoknak szerintem az összes tininek kb. Tolhatunk egy kis önbizalmat. De attól fognak ennyi folyasz, akkor jó. Lehet a diffúzorban, éjszakára. Úgyhogy nem tetszik az illat, akkor meg főleg éjszakára, diffúzorban, mert akkor nem tud ellenkezni. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó ez is. Akkor ugye mondtam a kapukfüvet, meg még van a rosmarin, amit így kiemelni. Ezek is a köhögésnél nagyon jó légúttisztítók. Igen. Akkor így nagyjából szerintem végigmentünk az immunerősítésen a légző rendszerrel kapcsolatos betegségeken, ugye az emésztést is érintettük, amit még én nagyon fontosnak tartok. Ugye vannak a gyerekeknél általában ezek a egynapos láz, akármitől belázasodunk, tehát lázcsillapítás. Ez bármikor aktuális lehet, de ebben az időszakban azért legyen otthon egy levendula vagy egy borsmenta. A kisebbeknél levendula, és talpon, és lefele húzzuk. Még ez is számít? Igen, mert hogy a lázat lefele húzzuk. De jó! Igen. Na én megfogtam valahol, azt így bekentem. Tehát föntről lefele, hogy lázat csillapítunk, és lehúzzuk. A levendula nagyon jó lázcsillapító, fájdalomcsillapító, úgyhogy akár egy fülfájásnál, akkor a talpra mehet mindig. A talpon megtalálható az összes reflexpontunk, ugye azzal nem hibázunk. Ha talpot bekenjük, ha fáj valamilyen, bekened, akkor már ott foghatni, ahol hatnia kell. De ha meg tudja konkrétan mondani, hogy fáj a füle, akkor kívülről, kívülről, vagy torka fáj, akkor ott a torokra. A levendula egyébként is a torokcsakrának az olaja. Tehát most bekenhettük volna magunkat a levendulával, hogy jól tudjunk beszélni. De a bor segített. Úgyhogy ha a torokfájás van, akkor be tudjuk a levendulával kenni a torkunkat. Arra még jó a balansz is, ez egy keverék, ami azt most nem készítettem ide, csak így most közben beugrott, hogy a balansz. De már szerintem az összes olajat ide készítettem volna, mert mindig eszembe jutott valami. Illetve a még egy lázcsillapító a borsmenta.
Ezt nyugodtan kicsiknél is használhatjuk. A borsmenta erősebb lázcsillapító, mint a levendula. Talpon használva lehet kisebbeknek is, 6 év alatt is. Jobban lehúzza a lázat. Hogyha először próbáljuk a levendulát, nem megy le a láz, akkor utána mehet a borsmenta. Amit még szeretnék említeni, és főleg a kicsiknél, az a teafa. A teafa olajat azért általában mindenki ismeri, nagyon jó fertőtlenítő olaj, és 5-6 hónapos kortól használhatjuk immunerősítésre, talpra. Tényleg, mágis egy pici babáknál is. Igen, és talpat bekenjük vele, azért mert annyira lágy olaj a teafa, hogy ezt tényleg használható piciknél is. Úgyhogy immunerősítésnek. Ha valaki nem szereti az ongárdot nagyobb gyerekeknél, akkor a teafa azért az olyan elég semleges, nem irritálja a bőrt, úgyhogy a teafa az mehet nyugodtan. Jó, szerintem valamit kihagytam így a betegségekről? Gondolkozzunk. Hát még van az ilyen hányós vírusok. Azra mondtam a tammert meg a zengesztet, és szerintem így a végére értünk nagyjából, ugye? Azt gondolom. Meg mondtál még külön a Covidra is egy keveréket, vagy hogy milyen két olaj van, ugye, hogy amit direkt kap, hogy voltál valami előadáson. Igen, nem tudom, előtte beszélgettünk, és igen. Akkor igen, a Covidnál ugye azt mondtam, hogy az eukaliptus kifejezettem, meg a lemon eukaliptus, ezt szerintem megemlítettem, tehát azt kifejezetten a Covidra mondták, hogy az a Covid vírust elpusztítja. De diffúzorba, vagy magadra kenheted? Diffúzorba is, meg magadra is kenheted. Mind a kettő. Gyerekeknek is? Gyerekeknek is. Igen, az eukaliptus csak amúgy is külsőleg lehet, nem lehet belsőleg használni, úgyhogy az csak magunkra kenve. De a legegyszerűbb, hogyha diffúzorba tesszük. És ilyenkor egyébként a diffúzornál hogy van, hogy mindegyik olajat más cseppentéssel kell használni, vagy pedig... Én általánosan azt szoktam ajánlani, hogy 100 ml víz, ez 1-2 csepp. Tehát, hogy ez a nagy általánosságban, egyébként megérzés. Tehát, hogy így mindig úgyis annyi cseppen, amennyi kell. Amúgy Én ezt már így annyira észrevettem, hogy nagyon. A szegfűszeg, ugye, amit így említettem a szájhigiéniánál, a szegfűszeg is nagyon jó fertőtlenítőszer, hogyha diffúzorba teszed, és ez egy ilyen kis karácsonyos, kellemes illatot fog kölcsönözni. Az ongár is nekem olyan, mert a fiamnak kentem be neki is a légcsőt, mert ő is eléggé köhögős. És az osztályban mondták, hogy karácsonyi süti illata van, ott mondták, hogy keresd már be magad, Lukács, és én édes karácsony. Édes, amúgy tényleg olyan. Ja. Egyébként nagyon sok olajat lehet úgy belsőleg használni, hogy sütéshez is. Igen, ha már édes karácsonynál járunk, gyömbért is azt mondtam azon, és azt már próbáltam. Igen. Ilyeneket nyugodtan lehet. Ja. Úgyhogy, Szerintem végére értünk. Felteszünk, lefotózom majd felülről így, ahogy láttátok. Meg is mutogattuk, de majd kérdezzetek nyugodtan, hogyha valamelyikre nem tudom, nincs konkrét, tehát hogy nem látjátok, vagy nem említettük, hogy mire használjuk, és akkor Zsuzsa majd válaszol nektek. Jó. Folytatjuk még az immunerősítést, majd más formában fogunk majd a doktorával még foglalkozni, mert egyébként tök jó dolgok, meg azért, ami jó, hogy nem gyógyszert viszünk be, mert igen. Az nem mindig jó, azért ez már szerintem kiderült mindenki számára. De van, aki utálja, tehát hogy azért mondom, hogy legvégső eset. Ja, szerintem is. Maradjunk a természetben. Igen, és akkor ez teljesen jó szerintem. Igen, is. Lelkileg legyünk rendben. Igen, meg ugye a természetes anyag, és akkor minden rendben igen, van. Köszönöm igen. Szépen, hogy velem tartottatok. Velünk. Velünk, köszönjük. Igen. Jövő héten folytatom, meg még majd Zsuzsi is lesz nálunk. Meg majd én is nálunk most azt beszéltük meg pont, hogy majd lesz olyan élünk is, amikor szerintem én leszek a dottera bázison. Igen. Köszönjük, és szép vasárnap estét nektek. Sziasztok. Sziasztok.